Jó estéket! Hello, halló! Na, connection error, ez engem nem érdekel. Become thy enemy. Folytassuk a dölcet. Csináljuk meg a duelcét. Hallod, minden nap érkezik egy új frissítés a Lords of the Fallenhez. De tényleg minden nap durva. Na. Na, jó így kezdeni a streamet, álmosan. Ezeket a nyelves hülyéket kell öldökölni ezzel a pályán. Nagyjából már megvan. Eladatomból. Préj! Szia Letti! Itt jön egy Onryoki. Igaz? Igen. Véged. Jó. A henna pluszt hajfesték? Nem. Nem foglalkozom hajfestékkel, úgyhogy... Sajnos nem ismerem. Miért nincs itt a negyedik küldetés? Curse Doppelganger, na tessék, az jó lesz. Mert nincs is igazi hajat, kekvé. Szia, Faltas. Igen, nekem csak ilyen műhajam van. Fáj az ujjam. Belement a kezembe egy ilyen 1 centis szálka. Inkább másfél. Egy picit mélyre ment. Túlságosan eltörtem a gémet? Azt mondod? Úgy gondolod? Nem, kerebéztem. Illetve hát vágtam fát is. Kiszedtem egyet, körbeestem, kibasztam a gyökerét kis kézifejszével, de nem úgy ment szálka a kezembe, hanem a gerebéből. Akkor visszarendeztem a földet. Wandering Child, Disturbances in the North. Mikor nyílik ki itt az, hogy a Datama Samunével harcoljak? Nem. Nem, majd csomó dolgoztunk az udvaron. Csináltunk egy csigavonal alakú sziklakertet is. Lett beleültetve Kövi Rózsa.
Majd szépen kinő. Szép lesz. Te meg mit dobálózol amúgy? Ekkora bombákkal? Ilyen piros kappa. Ó, kettő van. 56 000, nem rossz. Ó, várjál. Veled majd mindjárt foglalkozok, csak... még veled is foglalkoznom kell. Egy fej. Két fej. Egy ilyen. Maci. Mondom, Maci. Puff. De meg tudok halni. Csak nem olyan könnyen. Jó, hát a karakterrel végigvittem a New Game Plus 4-et is. Ma délelőtt, vagy kora délután egy streamben a New Game Plus 4-nek a utolsó pályáját csináltuk meg, amiben a 100 Ice-t gyilkoltam meg Way of the Neon. Ilyet ezek DS-ekben nem csinálsz. Mert a Dark Souls-okban ilyet nem lehet csinálni. A Dark Souls-ban nem csinálhatsz olyat, hogy elmész New Game Plus 4-ig, aztán visszatérsz New Game Plus 0-ra, és úgy csinálod meg a DLC-t mondjuk. Ráadásul a Dark Souls-okban abszolút semmi különbség nincs a New Game Plus-okban, úgyhogy... ennyi. Itt lehet ilyet, mert ez jobb. Ez jobb a DS-eknél. Összetettebb játék és jobb is. Ó, na, ez kellett ehhez. Hand of the Dragon. Ez kell. Maci. Ja. Maci. Ezt hittem föl van töltödve azért a Living Weapon-om. De nincs. Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy egy level 300 plusz 38-as baltán van, vagyis hát csakányom. Azért az itteni fegyverzet, ami kiesik, az ilyen 180 plusz 5. Nem, meg tudom mutatni most, hogy mit kaptam, tessék. Biztos kaptam fegyvert. Tessék, Bizenden Ozafune. Ezek az újak. Ezt a kettőt. 150 plusz 1. Ez, aminek a támadási értéke az ilyen 951 meg 965. Nekem meg 3827. És mindenféle csúnya százalékok vannak benne a fegyveremben. A strong attack-ra mentem rá, ha esetleg nem tűnt volna fel, hogy van strong attack break-em, damage-em, key damage-em,
leszúros Killing Strike damage-em, meg egy adag Familiarity damage bónusz. Meg egy Change to Attack Strength, ugye 200-as strength-en játszok, úgyhogy abból kapom a sebzést. Az Atagis Hanamuna is ad nekem 15% Killing Strike damage-et. Ez csak a izé miatt van, damage reduction miatt, meg ez is a damage reduction miatt van, csak ment egy-egy darab, hogy a Yasakanitól kapjak védelmet. A teljes Kaido set, van 24,1% strong attack damage, ami lehetne 25 is, hogyha 300-as páncélokat hordanék, de nem hordok 300-as páncélokat, úgy látszik mindenhol. Melyik nem 300-as? De tessék, a Hachimakim az csak 244-es. Illetve a Yasakani az egy alap Yasakani, de szerencsém van, mert van benne 10,7% Yokai Close Combat Damage is, úgyhogy még a Yokaik ellen még izmosabb is vagyok ezzel a Yasakanival. A Prayer Beads-be meg a 12,6% Earth Damage-et raktam bele, mert a fegyverem az Earth-es. Úgyhogy csinálja jó kis földesebzést. És akkor a Guardian Spirit-eknél meg megvan az, hogy az Atlas Bear az alap, ugye New Game Plus 4-ig elmentem, hogy 60-ig föl lehessen fejleszteni, ugye ennél erősebb már nem lehet ez a Spirit. És ad nekem 13,5% Close Combat Damage-et, meg izét is ad, Short-term Recovery-t is ad, tehát nem kell beletennem semmilyen páncélba azt, hogy ne lihegjek 50 évig. Ott van egy ilyenem, hogy Increase Damage Loki, ami azt mondja, hogy ha kevés staminám van, akkor növeli a sebzésemet, hát a baltával nagyon hamar elfogyasztom az összes staminámat egy-egy ilyen strong attack-kal. A többi nem olyan fontos, viszont ami még fontos, az a Narikama Tanuki. Ez a másodlagos spiritem. Neki, amit másodlagosként ad ezek közül, az a strong attack damage, úgyhogy ebből még 8% strong attack damage-et kapok. De megnézhetjük a státuszt, hogy mi mindenünk van a special effektekben. Na, van egy ilyenem, hogy damage halved full life 52%. Az azt jelenti, hogy 52% esélyem van arra, hogyha tele van az életem, akkor a beérkező sebzést megfeleződik. Végtelen flórod. Igen, itt van az abisz, de az abiszbe nem akarok bemenni. És nem végtelen flór van, csak 999x4. Illetve 5. Tehát 5000 flór van, úgymond. Minden flór 4 pályából áll össze. Amit ugyan ki is hagyhatsz, és egyből bemehetsz a bosshoz is, csak akkor mindenféle debuffok vannak bent, hogyha nem csinálod meg a pályákat. Jó, van egy adag ki regeneráció, skill damage, az nem érdekesen, nem skillezek. Plusz ki, plusz life, close combat attack a kritikálban, hogyha kevés HP-n van, akkor kapok még egy kis sebzést. Az nem fontos, az nem fontos. Ez a close quarter, az damage with full life. Igen. Ha tele életem van, 20% extra sebzés, meg még 12% csak úgy. Grapple damage az se egy rossz dolog, de olyan nagyon sokat nem grapplezök. Ami fontos lehet még, running speed az mindig jó, egy 30%, 12% attack from behind, ez mi adja? Nem tudom. Killing strike az mindig fincsi, van egy melee weapon attack a skillekből. Yokai Close Combat 22%, ezek szépen mind összeadódnak. Human Close Combat damage-em is van, az nem annyira. Hát mondjuk ezek emberi bosszok ellen jó. Strong Attack Break nem, Familiarity Damage bónusz a pluszos. A Strong Attack damage-emen majdnem 50% bónusz van, ez meg 49. A Key damage-e is nagyobb.
Amritát elnyelek, akkor kapok egy kis increase attackot. Igen, az Axe-ra kapok még 83 attack defense-et. Sok minden van itt. Hogyha megtisztítok egy ilyen yokai pocsolyát, akkor azt hiszem két vagy három másodpercig lesz rajtam egy olyan buff, hogy duplát fogok sebezni. Ez az attack damage surge, ez nagyon kemény. Úgyhogy így... meg még egy 27%-os close combat damage. És egy low key increase. Meg természetesen ott van még az Axe-nak a képessége, a Rage, ami nem kicsit hozzáad a sebzésünkhöz, és itt van a passzív képesség, hogyha elfogy a ki, akkor az a támadás, ami elfogyasztja a kit, vagy leviszi nulla alá, az masszív damage boostot kap. És valóban. Majd hogy nem megduplázza a sebzését annak az egy támadásnak, ami fullba leviszi a kímet. Úgyhogy szépen össze van rakva ez a build, én azt mondom. És már csak lenyomjuk a DLC bosszokat, aztán tulajdonképpen szerintem készen vagyunk. És játszhatunk Neo 2-t. Szia, Márk! Éppen most showkézeltem a szétbaszó csákányos buildemet, ami a legviccesebb az egészben, hogy ez csak egy strong attack build. Nem csinálok semmi más, csak a strong attackot megnyomogatom. Tehát nem harci technika, meg a stance váltások, meg a mit tudom én. Azt is el fogom törni. A Neo 2-t nehezebb. Abba is lehet erős, de az sokkal nehezebb eltöri, mert kicsik a százalékok, amiket kapsz. Hát még nem csináltak semmit hozzá, ez még csak demo, ha az Arch Thrones-ra gondolsz. Futás. Tiger Running-gal, meg a 30%-osra extra running speed-del, meg a B agility-mmel. Úgy hasítom át a játékot, mint a kurva élet. Abból még csak demo van. Egy kipróbálható demo, aztán annyi. Nézd meg. Egy... ennyi, mint a Flash. Úgy rohanok. Pagy! Futás! Zsim. Na, mondja innen, kutya. Ikuzó. Jó. Ennél nagyobbat kell kerülni. Kokode. Pogy. Lejön utánam? Le. Ha balfasz. Egy. Kár volt lejönnetek. Na. Moin. Azt nem akartam. Moin. Uff, Maci leüt. Vigyázz, meghalsz.
kellett nekik a verés. Az ja. Az kellett. Szarú Tobi faszuke. Art imitates life. Az nem érdekel. Sign of Virtue. Dance of the Yoke. Dragon Returns. Na tessék. Ez az, amikor Date harcolás van. Dojo-ban. Ezt a küldetést én hogy utáltam, te jó Isten. Főleg Way of the Neon. Egy igazi faszkalap. Ez amúgy is egy faszkalap, ez a boss. Egy csaló buzi. Te figyelj, nem esz meg téged a medve? Maci! Megeszi azt, csak el kell találni. Ezt ninjával kurva nehéz volt megölni. Állandóan védekezik, kivédte az összes dobó mindenemet. Minden dobómat. És igen, itt a Nio 1-ben is lehetett már spiriteket upgrade-elni, csak azt kellett hozzá, hogy kinyisd a New Game Plus-ot. Alapból nem lehet. Csak az első New Game Plus-tól kezdve. És úgy van, hogy először 30-ig viheted fel, és minden kinyitott New Game Plus ad neked még 10 szintet, amit ráfejleszthetsz. Nem Siege of Osaka, hanem ez. És Scion of Virtue. Na, Sanadamaru. Sanadamarut is végig rohanjuk. Szóval mennyit kell kanyarogni. Nem kell kodama. Cseh. Viszlát. A bátorak. Amúgy figyelj, már van egy csomó pontom. Tessék, elköltöttük a 180 skill pontot. Itt hogy is van? Nem tudom már. Így? Azt hiszem így. Maci! És akkor itt kellett leesni a kútba, igaz? Pogy... Uh-huh.
Pontosan. Érdekes senkit. Kutya. Ejdi. Ejdi. Azt nem akartam. Vigyázz, a maci leüt. Ez a medve. Komolytalan. És ez jobb, mint a izé. Ez jobb, mint a... A ninjáknak a ground fire-je. Mert a Grand Fire-on át tud menni úgy, hogy felrobban a bomba, megsebzi, de nem borul föl tőle, mert éppen támadásban van, vagy valami ilyesmi. A medve az földhöz bassza, akkor is, ha támad. Na, Crimsonville. The Sparrow Flies Again, ez az. Ez lesz az. Te már elkezded az ilyen... Te tudsz angolul, ugye? Fordítos. Neked megy az English. Nem játszottál még a Nier Automatával, ugye? Ez a két kérdésem. Illetve három kérdésed van. Nem ismered a játékot, ugye? Az, hogy nem játszottál vele, attól még tudhatod, hogy láthattad a streameket, meg mit tudom én, a videókat. Medve. Piu. Első végigjátszás. Jó. Hú, hát akkor készülj fel, hogy kurva jó lesz. Én azt tanácsolom neked a Nier Automatánál, hogy maxolt ki. Amit érts úgy, hogy minden elérhető mellékküldetést olyan hamar csinálj meg, amilyen hamar a játék engedi azt. Mert lesznek olyan küldik, amik el fognak veszni, hogyha túl sokáig haladsz a sztoriban, akkor egyszerűen csak így canceled lesz, meg ilyesmi. És vannak olyan mellékküldetések, amik én szerintem fontosak lennének a történet szempontjából. Nem is kicsit. Jó van. Ezek meg nem boss fight-os sztorik. Crimsonville. Hát itt se boss fight-olás van, csak a 10 izét kell, meg a Imitates Life. Itt is, ez is kb. Ennyi.
Nem. Maximalista vagy? Az jó. Az a játék... Valami egészen más. A Nio. Nem a Nio, a Nier Automata. Huszonhét ending van benne. A Nier Automatában. Ebből öt, ami úgymond tényleges ending. Amit úgy kell érteni, hogy a végigjátszás végén kapod az endinget. Ebből öt van. De ebből az ötből hármat úgy tudsz elérni csak, hogy kétszer már végigjátszottad ugyanazt a végigjátszást. És egy harmadikat is el kell indítanod, és a harmadik végén kaphatod meg az új, három új endinget. De a Nier Automatában az a jó, hogy full megéri. Mert úgy van, hogy a második végigjátszásod ugyanazt a sztorit követi végig, mint az első, de egy tök más szemszögből, és más főszereplővel játszol. És akkor, amikor épp nem vagytok együtt, mert ugye alapvetően a történetben úgy mész, amikor először játszol Nier Automatával, hogy a 2B-t irányítod először, ezt a csaj androidot, és jön veled egy ilyen kölök, egy másik gyerek android, a 9S, a 9-es. És vannak olyan részei a sztorinak, amikor nincs veled, és egyedül vagy. Na, amikor másodjára játszod a játékot, a B útvonalat, ezt így hívják, a Route B-t, akkor azokon a részeken, amikor nem voltál, vagy amikor nem volt veled, akkor megtudod, hogy ő mit csinált. Mert akkor azt a részt csinálod végig, amikor nem volt a 2B-vel a 9S. És nem csak azt, hanem egy csomó mindenre más rálátásod lesz, meg amikor a 9S-szel vagy, akkor el tudod olvasni a robotszövegeket, meg hogy tehát a bosszoknak a nevei olvashatóak lesznek, különböző gondolatokat fogsz hallani a robotoktól, meg a bosszoktól, akikkel harcolsz, tök más színben fogja feltüntetni az egész történetet igazából. Az, hogy a 9S jobban belelát a dolgokba, mint a 2B. És mikor véget ért a második végigjátszásod is, akkor a harmadik, ha megint csak megnyomod, hogy folytatás, akkor jön a C útvonal, ami ott folytatódik, ahol az A és a B befejezte. Tehát a kettő együtt ott véget ért, és így egy úton megy tovább. Csak azért mondják, hogy endingek, mert ugye az A útvonal végén van egy end, meg egy credits. De ha tovább játszod, akkor elkezdődik a B. A B-nek a végén van egy ending, meg egy credits. És ha még tovább játszod, akkor jön a C útvonal, és a C útvonal végén van három ending, ahol úgy van, hogy ha végére érsz, akkor választhatsz két ending közül. Ha kiválasztod az egyiket, aztán visszatöltöd azt a chaptert, mert utána a chapter select kinyílik, visszatöltöd azt a chaptert, ahol az ending volt, kiválasztod a másik endinget, azt is végignézted, akkor felajánlja neked a játék, hogy van itt egy ötödik ending is, ha szeretnéd. És azért meg kell küzdeni. És utána lesz egy ötödik endinged, és elvileg az a true endingje a játéknak, de zseniális game, és annyira jó zenéi vannak, hogy én azért vettem meg egyáltalán egy Nier Automatát, mert úgy voltam vele, hogy elkezdtem hallgatni. Van egy ilyen zongorista srác, akinek a videóit követem, ilyen mindenféle játék zenéket adaptál zongorára, és hát ugye így nyilván a Dark Souls-nak a dolgai
val ismertem meg. És egyszer föltöltött egyet a Nier Automatáról az egyik zenéjét. Én megmondom, fú, geci, hát ez kurva jó, mi ez? Mondom, már annyira tetszik, mondom, meghallgatom az eredetit. Meghallgattam az eredetit, fú, mondom, hát ez valami kurva jó. Mondom, hallgassuk már bele a többibe is. Ha már ilyen jó volt ez a track az OST-n. És az összes kurva jó, mondom, te hallod? Mondom, ha ez a játék, tök mindegy, milyen ez a játék, lehet egy kupac szartarab is, érted? De ha ez szól alatta, én azzal játszani akarok. És kiderült, hogy egy kibaszott masterpiece, de tényleg. Tehát nem tudnám semmihez sem hasonlítani a Nier Automatát. Nagyon, 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 nagyon jó játék. Minden szempontból. Én csak dicsérni tudom. Nekem egy olyan élmény, amit szívesen megtapasztalnék újra vakon, de természetesen már nem tudok. Hiszen nem lehet, minden csak egyszer lehet először játszani. De olyan rendkívül jó kérdéseket feszeget. És kb. Nincs olyan témakör, amit nem érint ez a játék. Tehát a vallástól kezdve, a politikán át, a filozófia, a minden is. Egzisztenciális krízis. Amit éppen szeretnél, az van benne. És felvázol bizonyos dolgokat, de nem mondja meg, hogy te hogyan gondold. Csak így eléd tárja, és rágd meg magadban. Szia, Zsombor! Nézd csak, Zsombor! Nézd csak! Itt vagyok a harmadik DLC-ben, és figyelj! Puff! 16 000! Hogy is kell itt merre menni? Elfelejtettem már, merre van tovább. Erre? Igen, erre. Puff. Nem kell az ütögetésed. Igen, eléggé elvont. De ha tényleg követed a sztorit, akkor nagyon jó lesz. Tehát, hogyha nem csak így keresztül rohansz a játékon, ignorálva meg skippelve mindent, akkor nagyon-nagyon tetszeni fog szerintem. Maci! Vigyázz, megüt a Maci. Hát Elden Ringben nagyon sok minden lehet OP-ságot játszani igazából. Mint ahogy azt láttad, két csákánnyal 6000-es jumpatak. Melyik gép? Nier Automata. Azt a játékot mindenkinek meg kellene tapasztalnia. Legalább egyszer az életében. De úgy rendesen, tehát megfelelő mértékű angol tudással és intelligenciával, hogy befogadd, amiről szó van. Ja, várj, itt izé van, ez be van zárva. Te mit akarsz? Vigyázz, mert összever a Maci. Te miért nem haltál meg amúgy? Nem nálad van a kulcs? A Souls game-eket imádom, mert fun. Meg a Niert is szeretem, mert fun. Vagy a Niót is szeretem, mert fun.
A Niert nem azért imádom, mert fun, hanem azért, mert kibaszott deep. Vagy ha már így mondjuk, akkor deep. És minden mellé egy zseniális OST van hozzá. Ami azóta, hogy meghallottam, ott van a listámon mindig, amikor zenét hallgatok. Nekem maradandó élmény volt az a játék. De talán úgy tudom a legjobban szemléltetni, hogy nekem mennyire tetszett a Nier Automata, hogy fogtam és csináltam hozzá saját magyar feliratot, amikor videót csináltam a Nier Automatával. Beidőzítettem és lefordítottam. Tele van az inventorim? Nézd már! Na hát nem, mit, hogyha ezek tudnának bármi jót dobni nekem itt sima nyugében. Azt tudod, mennyi idő volt? Mennyi idő és mennyi munka volt vele? Mire ezt megcsináltam? Várj, ez már boss fight lesz. Ha te végigjátszod, csinálsz. Neked is? Mi a videóidhoz? Nem időzítem be neked. General Kigetsu armorja. Tyad már magad, te hülye. Hát hónapokig tartott. Maci! Hát... Hát ez meghalt. Maci nélkül nem is ment volna. Nem, Maci nélkül nem ment volna. A buzicsaló emberi ellenségek ellen buzicsaló medvét alkalmazok. Pillanat, csak túl sok cuccom van. Kéne egy csomó arany, amúgy. Irasály, neked is. Figyelj már, Irasály. Neked... Aha, nincs annyi pénzem szerintem. Fel kéne húzni ezt a hacsimakit level 300-ra. De nagyon sok aranyba kerül, 2,5 millió arany. Ezt nem tudom összeszedni, ezt a 2,5 milliót. Egy nagyon magas szintű Twilightból. Bleeding Spider Lily 623 ezeret ad. 653 ezeret az Evil in the Aether. Meg 1 milliárd amritát. De ezeket már megcsináltam, úgyhogy kevesebbet ad. Way of the Wise-on mi a helyzet? Aha, ez már 1,5 millió. Meg ez is. Aha, ezt megcsináljuk. Gyorsan átszaladunk rajta. Jaj, nem tudom elkezdeni. Tudod, mit csinálunk akkor? Nem tudom elkezdeni, mert tele vagyok tárgyakkal. Akkor eladjuk az összes tárgyunkat, ami exotik vagy annál kisebb. Úgy, tessék. Mattadozó. Mert akkor meg lenne a 300-as szettátlag. És akkor kapnék még egy kis százalékot a sebzésemre. De kérdésedre a válasz, Foltos, nem rajtad múlik az ending.
az A útvonalnak fix endingje van, a B útvonalnak is fix endingje van, és a C útvonalnak pedig csak annyiban különbözik a, vagy annyiban dől el úgymond rajtad az endingje, hogy a legvégén megkérdezi, hogy a B, ugye a C endinget akarod, vagy a D endinget akarod. De nincs olyan, hogy valamit nem jól csináltál, és akkor más ending lesz. Ja. Itt Way of the Wise-on azért már kicsit jobban kell vigyáznom magamra. De természetesen... Nézd meg, Gec. Várja, hogy is erre? Erre megyünk, aztán amarra. Aztán nem erre. Futás! Nekem csak a boss kell. Itt egy madár. Ja, nem is madár. Régen ez a madár volt. Futás! Zsum. Ott a madár. Madár genyó. Viszlát. A gyebékén? Nem belerondítani jó kis futásomba. Na. Így, utolsó shrine megvan. Kaptam érte ingyen 20 milliót. Hallod már? Nem leesik béna. Megidézted? Ha, nem idézted meg, jó van. Mitsunari. Mitsunari, jövök már. Megölted Velstatot, és mögötte van a csoszogó anorexiás Mikulás, gondolom. Nem tudod még bántani, kell hozzá... Giant Soul. Meg akartam nézni a streamedet, és nincs fent a VOD. Miért nincs fent a VOD? A Twitchen nem szoktad megosztani a közvetítést? Hogy elérhető legyen a korábbi videó, mert csak a 8 nappal ezelőtt itt láttam. Nem volt megtekinthető. Vendriket meg lehet ölni, és meg is kell ölni majd. Elfelejtette megosztani. Vendriket meg kell ölni, hogyha jót akarsz magadnak. Már amúgy nem kötelező, de jobban jársz, ha megölöd. Mert ha nem ölöd meg, akkor kimarad neked egy boss fight a végén, és ha már kimaradt, akkor már nem tudod visszahozni. Tehát van egy ilyen missable boss fight. És a Vendriket úgy tudod megölni, hogyha összeszedsz 5 darab Giant Soul-t. A Giant emlékekből. És a nagyon nagy sárkányból. Kíváncsi vagyok a Shrine of Amanát, hogy vészelted át, azt meg akarom nézni. Az egy nagyon, nagyon jó terület. Abban van egy darabod, aha. Dark Lurkernél jártál már? Ha nem, akkor azt arra benevezek a következő streamben. Jaj, oké. Okay. Miért nem engedted, hogy bizélyek, buzi vagy? Nem engedte, hogy benyomjam a Living Weapon-t. Na majd, mindjárt jó lesz ez, csak van elég sebzésem, csak egy kicsit elbíztam itt magam. Túl izmos voltam a szamurájon aztán.
Igen, itt nyugodtan kiadhatod magadból, Zsombor. Úgy, azért nem tudtam, mert valójában nem is voltam tele. Ez hiba volt, nem feltölteni a Living Weapon-t. Úgyhogy ezt korrigáljuk azonnal. Hűha. Úgy bele a hátába. Meg az arcába. Azaz. Verstat előtti terem. Végtelen szellempéló summon. Azokat egyébként... Azokat... Van egy zombi. Három zombi van, akit meg kell ölni. És akkor nem jönnek a szellemek. Meg a ugye a nagy kőszobrokat, ha szétvered, akkor nem tudnak szellemet idézni. Persze a Verstadt előtti folyosón ott nem tudsz szétverni az oszlopokat, de meg tudod ölni a zombikat, akik harangoznak, mert csak a harang hozza elő a szellemeket. De jó, hogy mondod, mert szerintem most, ha befejezem a streamet, akkor úgy sincs feltelepítve a Nio 2, még mert nincs annyi helyem a PS-en, úgyhogy le kell törölnem a Nio 1-et, és feltelepítenem a Nio 2-t, és meg fogom nézni a streamedet. Annak a teremnek nem találtad zombiait? Ez azért van, mert időzítve jönnek elő a föld alól. Meg kell várni, míg kijönnek, és akkor kell megölni őket. Egy van rögtön a lépcső alatt, azt megölöd, egy az egyik oszlop mögött bújik, azt is megölöd, és utána visszafutsz a lépcső alá, mert a föld alól előmászik. Verset elsőre meglett. Én szerintem Verset egy tök jó boss, nekem tökre tetszett. A dizájnja is, a fegyvere is kurva jó, jól is néz ki, erős is, amit a lelkéből lehet szerezni spellt, az párját ritkítja, és én maga a boss fight is tök menő volt szerintem. Nekem az egyik kedvenc bosszom a DS2-ben. Aha, na várjál. Akkor most megszereztem a millió pénzt. Tartalomjegyzék. Ja, tudja. Nem akarok abisszozni. Blacksmith-hez akarok menni. Soul match, armor, piece of equipment. És szeretném a 244-es hacsimakimat 300-asra fölhúzni. Köszi! És akkor, ha minden igaz, akkor most már minden páncélom level 300-as. Nem? A Kota 297-es, akkor azt is felhúzzuk. Kota. Tudod, mit akarjak felhúzni? Téged a faszomra? Ha, voltos! Jó van. Na, azért akartam csak, hogy level 300-as legyen, mert így 300-as a six piece bónuszom. Még kíváncsi lennék, hány rohadt dupla boss lesz még? Az akarat trónja, Jézusom. Vant. Furcsa az akarat trónjának hívni. Mert inkább a will lenne az akarat, a want az mást jelent. A izi az jó amúgy. A trónvacsersz az egy vicces harc. Az level 1-en az rendkívül szórakoztató fight.
Hát az akarathoz a will lenne jobb, igen, de ugye a Throne of Want, nem Throne of Will. Ja, hogy te akartad lefordítani. Hát... Jó kérdés. Jó kérdés, mert... Mert szó szerint igen, hogy akarsz valamit, azért vant, mert hogy vágynak erre a trónra. Na mindegy. Kaptam 0,2% damage-et. Lesznek még többes bosszaid. Mi volt a terület, amire kíváncsi vagyok? A Shrine of Amana. A vizes. Ahol abba hagytad az előző streamet. A vizes... cuccot. Mi? Van még egy? Van még egy légy. Azt hittem, lecsaptam már az összeset. Aminél még nem voltam. A Dark Lurker, azt ott tudtál volna már lenni. Van az a tolószékes bácsi, akivel három helyszínen beszélni kell. És ha beszéltél vele mindhárom helyszínen, akkor kinyitja neked az adott három helyszínen lévő portált. És mindhárom helyen be kell menni. Meg kell gyújtani a bent lévő fákját, és ki kell jönni. És meg kell ölni mindenkit, aki benn van. És hogyha mindhárom helyszínen begyújtottad a tüzet, és kijöttél, akkor a harmadik helyszínnél, amikor kijössz, akkor boss fight lesz. És az a Dark Souls 2-nek az alapjátéknak a legjobb bossza. Magasan. Azi. Túl sok Azariát hallgattál? Foltos. Na, minden esetre. Resentment Unleashed. Mehetünk tovább. Ezt miért lehet megnyomni? Na mindegy. Showing. Jaj, ez a nagy madár, az on moraki. Miért nem tudok itt fölmenni? Ja, mert itt van ez a hülye. Ezeket én hogy utálom? Szerencsére már túl erős vagyok ehhez a területhez. Aha. Nem missable amúgy. Aha. Nem, hát úgy missable, hogy tulajdonképpen bármikor visszamehetsz megcsinálni. Tehát nem totálisan missable, csak opcionális. A missable-t arra szokták mondani, hogy tudsz olyat okozni magadnak, hogy konkrétan elbukod a lehetőségét is, hogy megcsináld. Halhatatlan vagyok már, nem tudtad? Senki nem tud átadni nekem My Way of the Samurai-on. 33 000.
Nesze! Nesze! Ja, ez a date. Masszamóna. Na, megöltem mindenkit, eresszé tovább. Ugye ide te pöcsfejű. Mi lenne, ha eltakarodnál innen? Egy, merre van a tovább? Talán erre? Igen. Mömságot mondtak. Aha. Igen, abba be kell menned. A fekete kapukba. De végignézem majd a legutóbbi streamedet. Tegnap akartam megnézni, mert nagy társasozós event volt, és láttam, hogy... Igen. Na jó, elég lesz, jó. Köcsög ágyúzó csontváz, igen. Persze, hogy örülök, hogy bejöttél, most, hogy már mindenkit megöltem. Fasz. Ja, persze, kaptam egy csomó TP-t, amiért megcsináltam a vájzos küldetést. Tudok lépni egy szintet, mert 1,2 milliárd amritába kerül már a szintlépés nekem. Miért ilyen gyengúsz az ilyen? Annyira örülnék, ha oda lőnél, ahova célzok. Madárka. DMC. Ja, mert te izé family friendly-t csinálsz, egy ilyen gyerekeknek is olyan contentet, igaz? Zene miatt szólt rád. Az szokott lenni. Vannak copyrightos zenék játékokban, ami elég nagy buziság szerintem. Madál! Madálka! Nem érdekel. Megint csak nem érdekel. Az se igazán. Az se. Akkor marad az utolsó quest. Tiltást akarod elkerülni. Nekem is van olyan, ami azt mondja, hogy nem használható bevételszerzésre. Hát, jó van. Na, jöhet az utolsó pálya, és akkor ennyi volt a Nio 1, hogyha ezt befejezzük. Illetve nem, mert utána van még egy ilyen dupla bosszos csoda. Hogy is van itt a merre? Erre van, ugye?
Igen, kapok egy kulcsot. És a szoba is kell. Jaj, de. Aha. Nem jó irányba mentem, de már jó irányba megyek. Igen. Menj már innen, hülye róka. Hogy... Igen. Azt hiszem erre kellett menni. Már nem vagyok benne biztos. Nem tudom ma elindítani a kettőt, mert nincs letöltve. Az a helyzet, hogy az összes Dark Souls, Bloodborne és még ki tudja mennyi minden Souls-like van a PS5-ömön. És már nem fér fel a Nioh 1, meg a Nioh 2 is mellé. Úgyhogy amint ezzel végeztem, le kell törölnem a Nioh 1-et. Ha végeztünk, akkor megyek és megnézem az elő... megnézem a... vagy visszanézem a streamet, amit kihagytam csütörtökön. Viszont kurva jót társasztunk. Úgyhogy megérte. Te meg menj már arra. Uha. Fall damage. Fall damage, hello, szia. Hű de külditek, az igen. Munchkinoztunk, Munchkin Dungeon-t játszottunk négyen. Táblás játék. Táblás Munchkin. Tök fasza volt. Nem erre kell menni? Ja de, le és aztán föl. A gátvédelem az olyan, hogy lent és fönt. Szétlőtt a haverját. Heh, idióta. Nekem itt amúgy miért fogy a staminám ennyire? És miért nem töltődik? Meghalni. Vég. Az, hogy miért fogyaszt, még el tudom fogadni, de hogy nem is töltődik. Kártyás első kiadást, figyelj! Az is polyó. Mi nagyon szerettük a Munchkint. Az elsőt is. Te inkább meghalnál. Hadd szóljon. Poing, poing. Zsing. Azt hittem leesek. Én úgy emlékeztem, hogy erre kell menni. Aha. Mondjuk ez a kurva ágyú pont nem hiányzott az arcomba, köszi. Nem erre? Akkor merre? Yeah.
Jaj, bazdmeg, még tovább, na, marha. Van tovább is. Oké, laza 20 000 HP-ja van. Így a sima Way of the Samurai-on. Not bad. Mik ezek a támadások? Te? Mi ez a főborítás? Mit csinálsz meghoz? Toyotomi Hideyori. Azon mondjuk azért meglepődtem, hogy így át tudott vágni az izémen. A védekezésemen, vagy a támadásomon át tudott vágni, pedig elég nagy a izém. A toughness-em. Ja. Szép volt. Legyen már vége ennek a fosnak. Nióba ki a legjobb, a legrosszabb boss. Hát nem is tudom. Szerintem a legszarabb boss a Nió első részébe a izé. Á, nem tudom, attól függ alapjáték vagy egész mindenség. Alapjátékon a kígyók. A 8 kígyó. Idegesítő, hogy kerülgetni kell a fosait, mire be méltóztatik a házhoz tenni a fejét, vagy a nyakát, hogy ütni tussad. Vagy tussad, geci? Már beszélni sem tudod, ütni tudjad. A Nioh 2-ben meg ugyanígy ez a hülye ház, az a házbossz, akinek ki kell lőni a szemeit, hogy leessen, hogy üthessed. Minden irányból lődöz, meg lézerez. Fúj. Centipede. A harmadik boss. Miért nem nyomjál rá egy ilyet? Aha. Hát figyelj, vannak ilyen elég semmilyen bosszok, ami azt illeti. Én szerintem a yokai bosszok nagyon jók lettek, szinte mindegyik. Az emberi bosszok meg túltolt szarok. Főleg a DLC-ben. A Sanada
meg a Datema Samune, aki egyszerre két living weaponnel örök living weaponözik, állandóan. Az így, please no. Úgyhogy ezek leginkább szopjanak ki. Legjobb, nem tudom, én szerettem a pókot, szerettem a jorogum, vagy a karmulászos hülye gyereket, az ogreszt. A Hinoenma is tök jó. Level 1-es Rananióban, Jézusom. Nem biztos, hogy lennék olyan elvetemült. Olyan jóba level 1-es rend csináljak. A White Tiger, hogyha hagyod élni, akkor egy nagyon nagy bunkó. Jaj, bocsánat, megütöttem a mikrofont. Meg is van a kövi Nioran. Ne. Nem akarok level 1-es Nioran-t csinálni. Pont elég lesz nekem az öklöző Bloodborne. Majd. Pont elég lesz az. Rendesen meg fogok vele szenvedni. Sima engé nem olyan vészes. Azért jól meg kell gondolnod a level 1-es Nioranban, még sima engén is, hogy milyen... hogyan akarod elosztani azt a nagyon kevés pontot, amit hajakból kapsz. Ha. És az Everlasting Duty-t akarom még, ezt akarom még megcsinálni, mert ez egy dupla fight. Aztán annyi. Nem akarom megcsinálni a Grand tournament, vagy mi az Isten, ahol 100 nem éljön szembe. Én ezt a küldetést, Way of the Neon, nem tudtam megcsinálni. Nagyon sokáig. Ki kellett vinnem az Abyssnak az 1000 szintjét, fölhúzni plusz 150-re a 320-as fegyvert, meg az armorokat, és vagy 5, vagy nem tudom, 3-4 féle grészt összekombinálni, hogy ide bejöjjek, és ezeket meg tudjam ölni nyugdíj plusz 4-en. Ez a legbullshitabb küldetés, ami csak létezik a Nióban, az első Nióban. Hands down. Sajnos nem tudsz grab attackolni, te köcsög. Úgyhogy OP szarral jöttem most ide, hogy ez nem okozzon gondot. Na. Hát embereim, én szerintem végeztünk a game-mel, mutattam némi New Game Plus 4 contentet is ezzel a build-el. Ott már egy kicsit nehézkesebben megy, Way of the Neon, de természetesen ha mennénk az Abyssba végig, akkor tudnánk még fölfelé húzni ezt nagyon sokáig, és itt tudnánk csinálni egy ilyen 8500-as baltát a 3800-as helyett, meg talán vannak még egyéb grészek, amik segítenék ma ezt a buildet. Az invadereket is 12-szer kell megölni. Mi? Nem tudom, mire gondolsz. Ott az invaderek adott helyen jönnek, aztán jó napot. Ott mindig egyszer. Mármint, hogyha megölöd, akkor csak egyszer. Ha nem ölöd meg, akkor annyiszor jön, amennyiszer meg nem ölöd. Mutatni akartam egy ilyet, hogy itt a New Game Plus 4-en azért már nem annyira fenékig telj fel az élet.
Mondjuk itt van a Hiakiagio, én ez az egyik kedvenc küldetésem a Nio első részében. Igazán, igazán jó féle. Rendkívül jó farmolásra. Elég izgi is, hogyha nem tudsz mindenkit vansotolni rajta. És most nem tudok mindenkit vansotolni. Valószínűleg fájni is fog, és nem is biztos, hogy elsőre sikerülni fog. Mert ha ez a fasz... Ja, hogy nem vagyok High Stance-be, hogy rohagy meg! Azért nem csapsz kettőt! Istenem! Igen, ide Living Weapon-nel kell jönni. Mert jön a pók, a haver pók, és szétbasz. Elfelejtettem feltölteni a Living Weapon-t. Amikor megjelenik oldalról a másik, akkor kell. Kell, hogy nálam legyen. Honnan a... Steel... Ah, azt is benyomjuk. Van nekem ilyenem, hogy két Spirit Stone. És az se baj, hogyha nem midbe vagyok végig. Miért vagyok lassú? Ezt nem akartam. Ha? Kurva anyád. Aha. Faszom, szemgolyó! Ez is bazdmeg becéloz mindent. Csak azt mondom, amit kéne. No. Még jó lehet. Ha nem a levegőbe lézereznek szét, akkor jó lehetett volna. Faszom! Kurva targetlock megölt. Na mindegy, de ez egy jó izé küldetés szerintem. Én szeretem. Ha ez a pöcsfejű eltalál, akkor így csúnyán belassulok. Úgyhogy őt no hit kell megölnöm. Többiek már megüthetnek.
Ah, majd nem sikerült az izé is. Picsába. De azért a sebzést láttátok, hogy ezért még New Game Plus 4-en is megálljuk a helyünket. Hűha, hű. Így már nem lesz jó. Akkor már csak felszedem, amit kidobott. Bász meg megütött. Kurva életbe. Hát igen. Hiába a 300-as armor. A 300-as heavy armor. A 300-as heavy armor és a protection spell és a steel talizmán. Itt már hiába. Na, légy szíves. Ezt nagyon szerettem a Nioh 2-be egyébként, hogyha bementél a boss terembe, azonnal visszakaptad a spiritet, nem kellett még rohangálni érte és felszedni manuálisan. Igen, ezen a műsoron jól lehet farmolni. Kecis pókfajzat. De jó, hogy... Mindegy, meghalunk. Aj, bassz meg. Imádom, hogy nem tudom becélozni a főbosszt ilyenkor. Megjelenik, és azonnal 500 számgolyó. És nem tudom rárakni a target lockot. Simán megölhetném amúgy. Ha be tudnám célozni. Az a baj, hogy egy másodpercet sem késlekedhetek itt már. Minden elvesztegetett másodperc az életembe kerül. Talált? Nem talált. Remek.
Wow. Wow, köcsök kurva anyád. Remélem, itt maradsz. De hát már meghaltam. Mit rákcsálsz még? Ne menj ki alólam. Úgy gondolta valamiért a játék, hogy ez a plunge attack nem talál. Ati, inkább próbáld újra, ezt mondta a game. Ott állt alattam, megnyomtam a gombot, leestem a fegyverrel, és nem történt semmi. Remek. Nem baj, kicsit szívjunk így a stream végére. Az a helyzet, hogy így kéne körülbelül kétszer ennyi sebzés ahhoz, hogy gördülékenyen tudjon menni ez a küldetés. De nincs. A keci spók miatt egyébként csak, hogy a kurva boss idéz magának egy havert, aki oldalba köp, és azonnal megdög lesz, vagy lelassulsz, vagy valami. Na most ő lassított le. Jó. Hozzám ért. Az aréna? Az Ogressnek jó volt az arénája. Én egy időben féltem ettől a bosstól nagyon, mert hogy kurva messzire elér a keze. Kb. Mindenhová is. Én meg ugye dobálós ninja build-el játszottam. Aztán az így nem nagyon adta. Nézd a kecit, még le is vett a izémből. A Living Weapon-ömből. Van az úgy, hogy összejön minden. Így. De amikor minden összejön, akkor minden összejön. Igen, mert még megvolt a Living Weapon-öm is, megvolt az Attack Damage Surge-öm is a Yokai Realm eltüntetésből. Rajta volt a Weakness. Meg volt a dupla erős támadásos pörgés Living Weapon-nel, úgyhogy... És még volt annyi a Living Weapon-ömben, hogy kettőt is tudtam támadni. Úgyhogy így, ja. Amikor minden összejön, akkor meg tudom csinálni ezt a küldetést Yuga plusz 4-en is. De látjátok, hogy mennyi múlik. Nézd meg. Látjátok, hogy mennyi múlik az, hogy minden összejöjjön. Több másodpercnek a töredéke annyi múlik. És buktad az egészet. Ha egy fél másodpercre nem tud becélozni a fő ellenséget, akkor már össze-vissza futkosol, és nincs időd arra, hogy befejezd. Úgyhogy ez még... Én nem azt mondom, hogy teljesen használhatatlan, de ide egy kicsit már gyenge. Ez a 300 plusz 38-as fegyver.
ami egyébként nem sokkal marad, nem sokkal jobb, mint amit most itt kapni lehet. Tehát amit itt lehet kapni, azok ilyen 36-35-ösek. Ezt most kaptuk például, ezt a 300 plusz 36-os Great Chidori Jumanji Spirit. Hát ez akkor lenne jó, ha nekem 320 plusz mondjuk 100-as lenne a fegyver, és akkor itt lehetne olyanokat okozni, hogy kettő darab ilyen félszaltós ugrásból megölnék egy bosszt például. Nem kellene 4, meg 5 hit. De szerintem alapvetően ez nem egy rossz build. Csak abisszozni kéne, hogy pluszozni lehessen a fegyvereket, és akkor működne. Jó? De én azt nem akarok, mert ezer abissz szinten biztos nem meg még végig. Biztos, hogy nem fogok még egyszer végigmenni. Egyszer megcsináltam egy karakteremmel. Úgy 7-800 órámba került, hogy teljesen kimaxoljam a játékot. Nem áll szándékomban még egyszer megtenni ezt. Úgyhogy én itt most befejezem az első Niónak a végjátszását Véső Vilmossal, és Véső Vilmos elmegy pihenni. Legközelebb pedig Bányász Bélával térünk vissza a Nió 2-ben. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszi, hogy itt volt ma este éjjel, és annyi. Csákány.